Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket újra itt, a Facebookon. És kérek szépen majd egy visszajelzést, hogy a hangom az megfelelően működik-e. Lehet-e hallani? De minden esetre én azt gondolom, hogy jó helyen vagytok. Ma este is. Tegnap is sokan együtt voltunk, igaz? De szerintem senki nem bánta meg, aki itt töltötte tegnap estén is azt az egy órát, mert elég jó érzelmi állapotokat tapasztaltunk. Szóval a hang az megfelelő. Szuper! Na, hát ma este egy kaleidoszkópos mentális moziről fogunk beszélni, amiről lehet, hogy már hallottál, lehet, hogy már néztél is ilyen mozit, de az is lehet, hogy nem. De emlékeztetlek, az első előadásra, bár már nagyon rég volt, jó, 17. résznél tartunk, te jó ég. 17. Na, szóval az első előadáson beszéltem a tanulásról, ha emlékszel. És arról volt szó, amikor kapsz egy információt, akkor a agyadban az idegsejtek, azok elkezdenek összeállni különböző struktúrákba. És hogyha elolvastál egy információt, akkor ez történt. Vagy eljöttél egy ilyen előadásra, akkor ez történt. Így összekapaszkodnak egy csomó ilyen idegsejt az agyadba, és akkor ezek egy ilyen struktúrát képeznek. De hogyha ezt így elengeded, és nem gondolod ezt újra végig, hanem ez csak így megtörtént, és akkor elmész szépen az előadásról, és eltelik egy-két-három nap, és akkor ezek a összekapcsolódott idegsejt struktúrák azt mondják, hogy hát akkor gyerekek, azt hiszem, hogy nincs szükség arra, hogy most lekössük egymást, akkor puty, elengedik egymást, és az az információ, az elszállt, az nem vált tudássá. De ha azt teszed, hogy ezt az összekapcsolódott struktúrát, ezt újra és újra megerősíted, azaz még egyszer meghallgatod, újraolvasod, átgondolod, leírod, elmagyarázod, gyakorlod, kipróbálod, akkor ez a struktúra, ez olyan erőssé válik, hogy egy idő után már automatikussá is válik. Tehát lesz belőle egy tudás, úgy, mint amikor megtanultunk járni. Emlékeztek? Az milyen volt, amikor pici korodban elkezdtél megtanulni járni? Volt benne hatalmas erőfeszítés, igaz, kapaszkodtunk a járókába, felálltunk, és élveztük, hogy magasabbról szemléljük a világot. És akkor remegett a kezünk, remegett a lábunk, és aztán, amikor kikerültünk a járókába, akkor próbálgattuk a járást, ugye először négy kézláb, aztán felálltunk, felkapaszkodtunk, és megtettünk egy lépést, tehát teljes erőfeszítéssel, majd lehuppantunk. Aztán még egyszer, egyre többször, amikor az első lépést megtettük, az idegsejt struktúrák, a picike kis agyunkba elkezdtek összeállni, hogy hogyan van az, hogy előre teszed a lábad, meg két lábon állsz, és akkor lett egy ilyen struktúra, és aztán ezt újraismételted, 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 újra, újra, pofára estél, újraismételted, pofára estél, megint, és akkor ma már úgy jársz, hogy soha nem gondolod szerintem meg, hogy melyik lábamat is tegyem a másik elé. Tehát most a bal jön, vagy a jobb jön. Tehát így elkezdesz gondolkodni, hogy most akkor hogy is van ez. Nem teszed. Tehát annyira megerősödött ez a struktúra, a járással kapcsolatban ez egy teljesen automatikus dolog lett. Soha nem kell gondolnod rá, hogy melyik lábadat tedd a másik elé. Ez annak az eredménye, hogy ezt sokat gyakoroltad. Igaz? Tehát az elmúlt években
Szerintem, ha összeszámolnád, hogy hányat léptél, akkor az egy nagyon nagy szám lenne. Szóval, tehát azért is nem baj, hogyha valaki már hallotta ezt a kalejdoszkópos mentális mozit, vagy nézett is ilyet, mert akkor most újra erősíti ezt az idegsejt struktúrát, ami kiépült már neki, és még nagyobb megértést fog kapni róla, és még inkább tudja használni. Azért gondoltam, hogy beszélek erről egy külön előadásban, mert erről még így nem beszéltem, hogy tulajdonképpen ez mitől működik, vagy hogy működik. Én még a csoport létrehozása elején fel is tettem ide néhány, készítettem magyar feliratokat néhány ilyen mentális mozira. Tehát ezek fenn vannak, tehát biztos vannak, akik már ki is próbálták. De ma megnézzük azt, hogy ez tulajdonképpen hogyan működik, miért működik. Egy kicsit szeretném közelebb hozni hozzád, mert tudod mi ez? Ez egy szerszám. Tehát mi itt ebben a Facebook csoportban most már 17 részen keresztül én igyekszem eszközöket adni neked ahhoz, hogy új emberré tudj válni. Nem tudom, észrevetted-e. Tehát néhány eszközt már ide bepakoltam ebbe a Facebook csoportba, különböző információk révén. Ugye vannak előadások, vannak meditálások, és van itt ez a kalejdoszkópos dolog, ami szintén egy jó kis eszköz egyébként a fejlődésed útján, tehát ezt is lehet használni. Akkor miért ne ismerjük meg jól, hogy ezt az eszközt úgy használjuk, mint a profik? Ugye nem mindegy, hogy kinek a kezébe kerül egy eszköz. Na, hát ezért fogunk ma este erről beszélni, és hát most már úgy látom, hogy azért elég sokan itt vagyunk, a 78-an, tehát akkor lassan bele is vágunk ebbe a dologba. Szóval, előtte, mielőtt megnézzük ezt a kalejdoszkópos dolgot, előtte szeretnék beszélni arról, hogy egy kis párhuzamot vonjunk, és hogy jobban meg tudjuk érteni, hogy hogyan működik ez a mentális mozi, hogyan tudjuk programozni magunkat pozitív módon. Akkor előtte nézzük meg azt, ami nagyon hasznos lesz egyébként, hogy egyébként hogyan programoznak minket mások, akik akarnak valamit tőlünk, hogy azt tegyük, amit ők szeretnének. Hát ugye, ha mi tudatosak vagyunk, akkor mi inkább azt szeretnénk tenni, amit mi szeretnénk, tehát ma már szerintem, akik itt vannak, legtöbben olyanok, hogy eljutottak arra, hogy nem hagyom, hogy mások irányítsanak, tehát szeretném én a kezembe venni a dolgokat, és szeretném, ha nem ez a bizonyos tudatalatti program kezdene engem rángatni jobbra-balra, hanem akkor én építeném fel azt, hogy hova menjek. De a világban, jelen pillanatban nagyon sokan szeretnének minket beprogramozni, és hát erre meg is van a technológia. És akkor ezt megnézzük, hogy hogyan működnek a televíziós reklámok például. Ez csak egy pici példa, ahogyan programoznak. Egyébként, ha a híradót nézed, majd látod, az is hasonlóan fog működni. Tehát hogy működnek a televíziós reklámok? Ez egyébként nekem ismerős téma, mert én nekem volt egy cégem, akivel televízió csatornákat építettem. Tehát ilyen komplett tévécsatornákat, meg tévéstúdiókat, mert tehát úgy van némi fogalmam a televíziózásról, úgyhogy hogy ezeket a reklámokat, ezeket hogyan készítik, és miért. Hogyan programoznak minket? Tehát leülsz a tévé elé. Előfordult már veled, igaz? Dolgoztál napközben, jó hullafáradta hazaértél, akkor még adtál vacsorát a családnak esetleg, de alig vártad, hogy végre leüljél a fotelbe,
És akkor hát a legkényelmesebb dolog az, hogy bekapcsoljuk a tévét.